A palesztin hatóságok szerint legalább 100-an meghaltak, amikor légi csapás érte egy iskola épületét Gáza városban. Az izraeli hadsereg ugyanakkor azt közölte, hogy a Hamász egyik parancsnoki központját találta el. Korábban az izraeli légierő 3 támadást hajtott végre Gázában. A légi csapásokban szintén sokan haltak meg. A tervek szerint jövő héten folytatódnak a tárgyalások a tűzszünetről, közben azonban Izrael viszonya egyre feszültebb Iránnal és a libanoni Hezbollah-hal. Még napfelkelte után is a romokat vizsgálták át a palesztinok abban a gázavárosi iskolában, amely jelenleg menekültszállásként működik. Az épületet szombat hajnalban érte rakétacsapás, helyi beszámolók szerint éppen akkor, amikor az emberek imára gyűltek össze. A gázai hatóságok arról számoltak be, hogy a támadásnak mintegy 100 halálos áldozata van. Az izraeli hadsereg pedig azt közölte, hogy a Hamász egyik parancsnoki központját találta el. A hónapok óta tartó harcokban palesztin jelentések szerint az övezetben már csak nem 40 ezer ember meghalt, több mint 2-szer ennyien pedig megsebesültek. Gázavárosból sokan dél felé Hán Yunisba menekültek, ahol azonban ismét távozásra szólította fel az embereket az izraeli haderő. Fáradtak vagyunk, korábban Gázavárosban éltünk és már teljesen kimerültünk. Azt mondják, menjünk délre, mert azok biztonságos területek. Bebörtönözték a férjemet és a fiamat, aztán eljöttek a házunkhoz és elküldtek minket. Az otthonunkban akartunk meghalni, de nem tudtunk. Azt mondták, hogy ez egy biztonságos terület, de olyan nincs. Nem találunk olyan helyet, ahol maradhatnánk. Az utcára dobtak minket, panaszkodott egy nő. A tervek szerint Izrael és a Hamász augusztus 15-én ül ismét tárgyalóasztalhoz, hogy a tűzszünetről egyeztessenek. Erről a felek között közvetítő Egyesült Államok, Egyiptom és Katar közös nyilatkozatban számolt be. Azt egyelőre nem döntötték el, hogy a tárgyalásokat Dohában vagy Kairóban tartsák, ráadásul eddig hivatalosan csak Izrael jelezte részvételét, a palesztin fegyveresektől még választ várnak. Közben azonban nem enyhül a feszültség Izrael és Irán között. Teheránban pénteken tartottak megemlékezést a Hamász néhai vezetője, Ismail Haniyeh emlékére, aki ellen az iráni fővárosban követtek el merényletet 2 hete. A szertartáson több irán is a teheráni vezetéshez hasonlóan bosszút ígért a támadás miatt. Izrael és a világ többi része mostanra rájött, hogy a mi bosszunk kemény lesz. Nem fogjuk annyiban hagyni drága testvérünk véráldozatát. Ezt hamarosan mindenki látni fogja, mondta egy férfi. Folyamatosak a légi támadások az izraeli-libanoni határon is. A zsidó állam északi részén több helyen is kigyulladt a száraz növényzet a Hezbollah rakétái miatt. A libanoni síta milícia szerint a legutóbbi támadásokkal válaszoltak arra, hogy az izraeli légierő újabb 2 tagjukkal végzett. Lövedék csapódott egy autóba is Dél-Libanonban, a határtól mintegy 60 kilométerre Szidon kikötő városban. Hivatalos jelentések szerint az izraeli támadás a Hamász egyik tisztviselőjével végzett.